Suli Rádió. Neked szól. Yes! 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 Üdvözlünk mindenkit, szép napot kívánunk! Túl vagyunk a farsangon, és remélhetőleg mindenki kipihente magát. Ne aggódjatok, a tavasz nincs már messze. Ennek első jelei a hétvégén megmutatkoztak, mikor is annyian voltak a szabadban, mint egy hűvös nyári délutánon. A jó idő bizony mindenkit kicsalogatott a friss levegőre. Hiába, a tanulás után jól esik a pihenés és a lazítás. Azonban a jó idő sajnos nem lesz tartós, de erről majd adásunk végén hallhatok részletesebb beszámolót. Legfontosabb iskolai hírek következnek. Február 15-én sikeresen megrendeztük a farsangi mulatságot, köszönjük mindenkinek, aki beöltözött, hiszen igazán kreatív jelmezeket láthattunk. A legkreatívabb jelmez díjat a Hullámvasút, a leglátványosabb jelmez a Görög Színház, és a legélethűbb jelmez pedig a filmtörténeti klasszikusok nyerték el. Ezen csapatok aranyminősítést is kaptak. További helyezettek. Legvidámabb jelmez, Tirol. Legaranyosabb jelmez, Diszkások. Legtalálékonyabb jelmez, TV-csatornák. Legfélelmetesebb jelmez, zombik és zombigyilkosok. Legaranyosabb jelmez kis csapatban, Sütik. Leglátványosabb jelmez egyéniben, Unikornis. Legvidámabb jelmez egyéniben, Marshmallow. Legaranyosabb jelmez egyéniben, Macskanő. Legizgalmasabb jelmez, gonosz rockerlány. Gratulálunk mindenkinek! És most következzen néhány érdekes hír morzsa a nagyvilágból. ...1919-ben, azaz pontosan 100 éve hunyt el Ady Endre, a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Költészetének témái az emberi lét minden jelentős területére kiterjednek. Hazafi és forradalmár, példamutató magyar és európai. A szerelemről vagy a szülőföldjéről írt versei épp oly lényeges kifejezései az emberi létnek, mint a szabadság, az egyenlőség, a hit vagy a mulandóság kérdéseiről írott költeményei. Érdekesség, hogy Ady több átlagostól eltérő testi adottsággal jött világra. Mindkét kezén hat ujjúsággal született és lenőtt fülekkel. Leghíresebb költeményei: Őrizem a szemedet, A föl-földobott kő, Elbocsátó szép üzenet, Kocsi út az éjszakába, Az illés szekerén. Legtovább táncoló. A farsangi diszkóban nagyon sok ügyes, kreatív táncot láthatunk, sőt még a párbajtól sem riadtak vissza a legügyesebbek.
Azonban még nekik is sokat kell gyakorolniuk, hiszen a leghosszabb táncrekordot egy Alma Cummings nevű asszony tartja, aki 1923-ban 27 órán át táncolt egyfolytában, s közben 6 partner dölt ki mellőle. Hajrá, srácok, lehet utánozni! Sportíreink. Megkezdődtek a téli tesztek a száguldó cirkusz, azaz a Forma 1 világában. A csapatok 4-4 napon keresztül próbálgathatják az idei szabályoknak megfelelő új alkatrészeket. A versenyautók eddig igen meggyőző teljesítményt nyújtanak, jelentős műszaki hibák még nem voltak. Azonban a Williams gyengén kezdte az évet, hiszen a teszt első két napját ki kellett hagynia, mivel nem készült el az autó időben. Az első igazi motorbőgésre még várnunk kell, hiszen az idei szezon majd március 17-én fog elrajtolni Ausztráliában. Következik. Még a hétvége előtt hideg front érkezik, és mindenütt meg fog élénkülni az északnyugati szél. 8-13 fokos maximumokat mérhetünk, de a hét második felében záporok is kialakulhatnak. Pénteken erős, viharos északnyugati szélre számíthatunk. Délután azonban sok felé kisüt a nap. Szombatra kitisztul az ég, hajnalban mínusz 5 foknál is hidegebb lehet. Szeles marad az idő, és délután is fagypont közelében alakul a hőmérséklet. Ennyi volt mára, adásunkat visszahallgathatjátok az iskola YouTube csatornáján. További szép napot kívánunk, kellemes tanulást és jó dolgozatírást. Sziasztok!